Ülésezett Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete, újra telefonos csalók akcióban, áramszünet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 9-én 18 óra 5 perckor. Közmeghallgatással egybe kötött testületi ülést tartott karcagváros képviselő testülete. A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a megjelentek egy perces néma felállással adóztak a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából az áldozatok emlékének. A kegyelet teljes megemlékezést örvendetes beszámoló követte. Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte a Magyar Birkózó Szövetség, melynek alkalmából Komáromi Tibor háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok birkózó, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke tartotta meg jubileumi beszédét, melyben kiemelte a birkózó sport sikereit és kifejezte háláját Szepesi Tibor polgármesternek, aki nagyfokú támogatást nyújtott a sportágnak városunkban. Ezt követően kitüntetések átadása történt olyan kiemelt személyek részére, akik tevékenységükkel nagy mértékben hozzájárultak a birkózó sport támogatásához. Elsőként Szepesi Tibor vehette át centenáriumi elismerését, majd további elismerésekben részesült dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter, F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Hubaim Imre, a Jászhagy megyei közgyűlés elnöke, Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park ügyvezetője, Nagy László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, a Sportal a Drogellen alapítvány elnöke. Szepesi Balázs a KSM munkatársa, László Nétők és Judit a KSM munkatársa, Darúci Erzsébet a Néplap újságírója, Urbán Zoltán birkózó edző, Jánosi László Kabai Sándorné, K. Nagy Gábor szülő, Pengő Ferenc, a Karcag Televízió ügyvezetője és Kuruc István elnök, valamint a Karcagi Ese Birkózó Szakosztály Szövetségtől átvehetett a jubileumi zászlót. A díjakat Kuruc István a KSE Birkózó szakosztály vezetője adta át, aki hálás köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták a sportágat, valamint további sikereket kívánt a magyar birkózóknak. A díjak elismerések átvétele után Rózsa Sándor jegyző adott az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. Ezt követően általános közmeghallgatásra került sor, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervek közérdekű kérdéssel, javaslatokkal élhettek. Az általános közmeghallgatás után a napi rendi pontok megtárgyalására tért a képviselőtestület, melynek első pontjaként a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének első harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló került elfogadásra majd az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2022. évi haszonbérleti díjának mértékének meghatározása került elfogadásra, amely alapján továbbra is 50 ezer forint per hektár per év a haszonbérleti díj mértékének megállapítása a jövő évet illetően. Egyhangulag került megszavazásra a karcagi település rendezési terv részeit képező, karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309 per egy 6. 20. kT számú határozat módosítása. Hasonló kép az előző napi rendi ponthoz szintén a településrendezési eszközök 2021. évi módosítása van folyamatban a negyedik napi rendi pontban foglaltak során, amely ugyancsak egy hangulag került elfogadásra. Ötödik napi rendi pont a liget utcai sportele fejlesztésének megvalósításához szükséges, településrendezési eljárás megkezdéséről szóló határozat módosítása volt, melyet a képviselő testület egyhangulag elfogadott. A hatodik napi rendi pont szintén a Ligetúti sporttelep fejlesztéséhez kapcsolódik, melynek során az ahhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására irányuló javaslatot fogadta el egyhangulag a testület. Ezt követte a Karcagváros település rendezési eszközeinek 2021. évi második módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére tett javaslat elfogadása. Szintén egyhangulag került megszavazásra az úttörő vasas, Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása, amely által az úgynevezett Bikásház grafikonjának felújításához önkormányzat általi financiális segítséget kap a lakásfenntartó szövetkezet ezt követően a Diriné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár intézményvezetői állásának pályázati meghirdetése került elfogadásra, majd a Bölcsődei Fejlesztési Program című pályázat benyújtására, valamint a megvalósításának és finanszírozásának tervezett pénzügyi ütemezése is egyhangulag határozat született, név szerinti szavazás követően. Szintén elfogadásra került a Cseppet Sem elnevezési programhoz való csatlakozási javaslat, amely által lehetővé városunkban. A lakosok számára a használt sütőolaj, sütősiradék, biztonságos gyűjtőpontokon való leadása. A Magyar Kézilabda Szövetséggel való együttműködés keretében megvalósuló kültéri kézilabda pálya építésének javaslatát szintén elfogadta a képviselőtestület, amely a javaslat alapján a Kiskulcsosi Általános Iskola udvarán kerül megépítésre a szövetség beruházásában állami támogatás útján. Ugye meg kellett vizsgálni, hogy hova lehet ezt a kézilabda pályát elhelyezni így az a javaslat született, hogy együttműködve a Kézlabda Szövetséggel a Karcagi drávo út egy szám alatti ingatlanon, vagyis a Kiskulcsosi Általános Iskola udvarán kerüljön ez a kültéri kézlabda pálya megépítésre. A szövetség beruházásában állami támogatás útján oly módon, hogy a létesítmény az elkészültét követően ingyenes, át, ingyenesen átruházásra kerül a karcakvárosi Önkormányzat számára. Én úgy gondolom, hogy nem csak amiatt, hogy térítésmentesen kerül ide ez a pálya karcagra, hanem amiatt is, hogy a további sportinfrastruktúránk megfelelően tudjon fejlődni, és a kézlabda utánpótlás is megfelelő otthonra találjon. Mindenképpen javaslom a kézlabda pálya megépítését támogatni egyhangulag támogatta a testület a karcagi laktanyában található 5376 per 16-os helyrajzi számú ingatlanból 800 négyzetméter nagyságú terület bérleti jogviszonyának meghosszabbítását, ahogy a karcag Damjanics út 67 szám alatt található 2361 per 8-as helyrajzi számú ingatlan és útján történő értékesítését is. Hasonló a karcagi laktanyában lévő 5376 per 40-es helyrajzi számú ingatlanon található 91 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítása is elfogadásra került, majd 17. napi rendi pontként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről szavaztak, melyek egyhangulag kerültek elfogadásra. A 18, 19, 20, 21. napi rendi pontokban foglaltak a zárt ülés keretei között tárgyalta a képviselőtestület. 22. pótnapi rendi pontként javaslat egyes termőföldeknek a Szent Annai Református Gimnázium Technikum és Kollégium részére történő haszonbérbeadásáról szóló 105 per 2021-es határozat módosításának szavazása történt meg, melyre a november 22-i sajtótájékoztatón bejelentésre került rendkívüli fejlesztések miatt volt szükség. A pót rendi pont felvételére azért volt szükség, hiszen a hétfői napon egy nagyon fontos sajtótájékoztató keretében történt bejelentés, miszerint Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítségével Karcagváros önkormányzata a jelzett ingatlanokon, tehát a 4810 per 6, 4810 per 9, a 4810 per 10 helyrajzi számú ingatlanokon, ezek az ingatlanok egyébként a Karcagi Tesco áruház mögötti telkekről szólnak, amely közvetlen szomszédos a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium ingatlanjával. Ezen a területen kormányzati segítséggel egy több funkciós sportcsarnokot kívánunk építeni, és ennek a megvalósítása érdekében szükséges a jelzett ingatlanok visszavétele a jelenlegi jogszerű használójától. Az iskolával, illetve a fenntartójával az egyeztetés megtörtént, így semmi akadálya nincs annak, hogy ezek a területek visszavételre kerüljenek, és a további előkészítő munkát segítsék ennek a többfunkciós sportcsarnoknak a megépülése érdekében. Úgyhogy én mindenképpen javaslom ennek a határozatnak a meghozatalát. A fent említett területen kerül majd megépítésre a több funkciós sportcsarnok. Az iskola fenntartójával az egyeztetés megtörtént, így a területek visszavétele nem ütközik semmiféle akadályba. A sportlétesítmény megvalósulása szempontjából ez volt az első és legfontosabb lépés, de mindegy, milyen hosszú az út, mindig az első lépéssel kezdődik, tette hozzá Szepesi Tibor, aki megragadta az alkalmat, hogy ez úton is hálás köszönetét fejezze ki Varga Mihály pénzügyminiszter miniszterelnök helyettesnek, valamint F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek azért a munkáért, amelyet a többfunkciós funkciós sportcsarnok előkészítése kapcsán nyújtottak. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan december 16-án csütörtökön tartja. Ne dőljenek be a hívásoknak, legyen óvatos, lehet nem a banktól hívják. Fogadják meg a Jász-Nagykuncs-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tanácsait. Az utóbbi időben már többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a csalók a telefonvonal végén banki alkalmazottként mutatkoznak be, és a beszélgetés közben kicsalják a jóhiszemű áldozat bankkártyájának adatait. Most is hasonló módon történt. A férfi, bár nem mutatkozott be, azt mondta, hogy a bank alkalmazottja, és tegnap este külföldről próbáltak meg pénzt leemelni az ügyfél bankszámlájáról, de ezt a biztonsági rendszer észlelte. Segítőkészségét megerősítve, elaltatva az áldozat gyanakvását, átadta a telefont egy biztonsági szakembernek, aki egy alkalmazás telepítésére kérte az áldozatot, mondván, hogy az megvédi a bankszámláját, és közben mindenféle banki, valamint bankkártya adat és kód megadására kérte a sértettet. A hívott fél csak a mobil applikáció telepítését, illetve a telefonbeszélgetés végét követően vette észre, hogy a számlájáról egy jelentősebb összeg eltűnt. Ne dőljön be a csalóknak! Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat! Ne adja ki telefonon keresztül a bankkártyája adatait. Így a bankkártya számát, a lejárati időt, a CVC kódot. A bankok nem kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail útján érzékeny banki azonosító adatokat és jelszavakat. Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy a bank biztonsági rendszere észlelt egy gyanús próbálkozást, és a bankszámla biztonságosabbá tétele érdekében le kell azonnal töltenie egy applikációt. Ne hagyjon jóvá semmilyen tranzakciót, amelyet nem ön indított. Ha SMS formájában kap megerősítő kódot, az véletlenül se adja ki a vonalban lévő ismeretlennek. Ha úgy tűnik, hogy a bankjától telefonhívás kap, mindenképp ellenőrizze le a telefonszámot, bontsa a vonalat és inkább hívja vissza ön a bankját. Amennyiben hasonló hívás kap, illetve ha Eféle hívás során adatait átadta, haladéktalanul jelezze azt az esetet az érintett pénzintézetnek. Ha kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a rendőrségem. Áramszünet miatt szünetel az ügyintézés. Tájékoztatom önöket, hogy a Karcagi Városháza épülete 2021. december 11-én technikai okok miatt zárva tart. Ezért az ügyfélfogadás szünetel áll Rózsa Sándor jegyző közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykuntsági híradót látták. A riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!